Letették az alapkövet, jó ütemben halad a nagykálói Kálai kettős rendezvény és konferencia központ építése. Szakmai fórum Újfehértón a fiatalok bevonásával és a korszerű technikák alkalmazásával kell megújulnia a hazai agrártársadalomnak. Megújult az értéktár honlapja, új köntösben böngészhetjük térségünk közel 200 értékét. Letették a Kálai kettős rendezvény és konferencia központ alapkövét Nagykálóban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A városban 2007 óta nem működött művelődési ház. A fejlesztésre 1 milliárd forint értékű uniós és állami támogatást nyert az önkormányzat, melyhez mintegy 600 millió forint önerőt biztosított a városvezetés. Az új kulturális intézmény tervezésénél kiemelt szempont volt az energiahatékonyság. A Kálai kettős is felcsendült a nagykálói rendezvényközpont falai között. Az épülő intézmény a Táncballada címét viseli majd. A város számos hagyományőrző és kulturális egyesület otthona, művelődési tere azonban lassan 20 éve nincs a településnek. Az önkormányzat az uniós támogatás mellett jelentős önerőt biztosított a fejlesztés megvalósításához. Ez már a top pluszban lett benyújtva, és sikeresen, eredményesen pályáztunk, és végül is az érdemi munka az igazából januárban kezdődött el, és amit láthatják, már elég szépen halad. Ez 1 milliárd forint Európai Unió forrás sikerült elnyernünk, és ebből az építkezés nagyságrendileg 800 millió forint. Maga az épületnek az összköltsége az egy ilyen 1,5 milliárd forint körül alakul, aminek a többletforrását azt az önkormányzat saját forrásba biztosítja. Az ünnepélyes alapkőletételnél elhangzott. Szabolcs-Szatmár Bereg egyik kiemelkedő kulturális beruházása a nagykálói Kálai kettős rendezvényközpont fejlesztése. Nagykáló azért egy ikonikus városa Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyének, és ugye a vármegye házának is helyt adott. És rengeteg olyan érték van itt, amely egyrészt a vármegyei értéktárban benne van, köztük ugye a Kálai kettős öröksége, vagy akár mondjuk, hogyha harangodra gondolunk, ezek mind olyan kincsek, amelyek nem csak a vármegye szempontjából fontosak, hanem úgy gondolom, hogy az identitásunk szempontjából is, határon belül és kívül. És a mai napon pedig egy alapkövet tettünk le, amely a Kálai kettős rendezvényközpontnak az alapköve, amely egyrészt egy projektnek a megvalósulását is jelzi, amely a kultúrának az egyik fellegvára lesz a vármegyében. Másrészt pedig azért plusz üzenettel bír, hogy azok a fejlesztési források, amelyek a vármegyébe érkeznek, azok mind-mind olyan projektek megvalósulását segítik elő, amelyek az adott közösség szempontjából fontosak, legyenek azok kulturális beruházások, legyenek azok a helyi közösségi életet befolyásoló beruházások, egészségügy, oktatás, infrastruktúra fejlesztések, vagy pedig akár mondjuk a turisztikai fejlesztések, amelyek mind-mind egy nagy egészé, egy nagy komplex egészé igyekeznek tenni azt a vármegyei egységet, amely de mi nagyon büszkék vagyunk, akár a közgyűlésben, akár a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei értéktárban. Az alapkőletételnél a térség országgyűlési képviselője a Nagykálóba érkezett uniós forrásokat összegezve elmondta, a jelenlegi ciklusban több mint 8 milliárd forint értékű támogatás érkezik a városba. Nagykálóba az elmúlt uniós ciklusban 11 programban 3,5 milliárd forint érkezett. Ugye iskola újult meg, utak épültek a településen, inkubátorház és rengeteg minden. Míg ebben az uniós ciklusban eddig 4 programban 2,5 milliárd forint támogatást nyert az önkormányzat, de ehhez jön egy RRF támogatás, ez az új uniós program, amely a felzárkóztatást és az esélyteremtést biztosítja. Ebből a Budai Nagy Antal szakiskolában egy 6 milliárdos fejlesztés fog megtörténni. A korábbi művelődési ház 2007-ben zárta be végleg kapuit. Az épületet ugyanis már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve ezért le is bontották.
A helyszín ugyanaz, az új rendezvényközpont pedig modern és korszerű energetikai követelmények szerint épül. A magyar kormány energiapolitikájába beilleszkedik ez a beruházás is, hiszen a magyar kormány nagyon elkötelezett abban, hogy a magyar gazdaságot úgy tudja egyébként folyamatosan növelni, hogy közben a klímapolitikai célkitűzését is teljesíti. És ebben bizony az önkormányzatokkal közösen dolgozunk. Én tényleg örülök annak, hogy az elmúlt időszakban rengeteg önkormányzat tudott olyan beruházást végrehajtani, ahol az energiahatékonyság megjelent, és szigeteltek, nyilázárót cseréltek, de bizony napelemeket is elhelyeztek. És ezen az épületen is ez egy nagyon fontos szempont lesz, hogy napelemeket fognak majd használni. A Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központ a tervek szerint 2025-ben nyitja meg kapuit a közönség előtt. Nyíregyházán a 2024-es 25-ös nevelési évre még kedden és csütörtökön irathatják be a szülők a gyermeküket a választott önkormányzati óvodába. A gyermeknek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Tehát a 2024-es 2025-ös nevelési évre a 2020. szeptember 1-e és 2021. augusztus 31-e közötti időszakban született gyermekek beiratása kötelező. Az óvodai jelentkezési lap bármelyik óvodában beszerezhető, vagy a nyíregyházi önkormányzati fenntartásúaké letölthető a városháza.nyiregyhaza.hu oldalról. Változásra van szükség. Olyan vezetőkre kell voksolni az európai parlamenti választáson, akik a gazdák és az európai polgárok mellett vannak, mondta Jakab István egy újfehértói szakmai fórumon. A MAGOSZ elnöke kiemelte, a kormány források biztosításával is segíti a magyar gazdákat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig a falugazdászok átképzésével egy 800 fős szaktanácsadói hálózatot hozott létre. Megteltek a széksorok az újfehértói szakmai fórumon, az agrárium szereplői az ágazat aktuális hazai és európai helyzetéről kaptak tájékoztatást. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ukrán gabona újabb egy évig vámmentesen érkezhet az unió területére, ami hátrányt jelent a hazai gazdák számára. Szégyenteljes döntéseket hozott az Európai Parlament, többek között meghozták azt a döntést, hogy újabb egy évre a vámmentességet biztosítottak Ukrajnának az ukrán termékek kapcsán. Változatlanul olyan egyszerűsítéseket valósítottak meg, ami jelentős könnyítéseket nem ad a gazdáknak, de azzal, hogy a határokat az ukrán áruk előtt megnyitották, nem tettek mást, mint azt, hogy az ukrán oligarchák, az amerikai, az arab, vagy éppen kiemelten az Európai Unió nagy befektetői, akik Ukrajnában hatalmas területeket megszerezve, hatalmas élelmiszerfeldolgozó kapacitásokat működtetve, kontroll nélkül elállított termékeikkel árasztják el az unió piacait. És ezeket szolgálja ki, ezeket a gazdasági óriásokat, akiknek egyébként a cégeik nagy része adóparadicsomokban van bejegyezve, ezeket szolgálja ki az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Na, ezen kell változtatnunk. Pap Zsolt helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kertészet, a növénytermesztés, az állattenyésztés vagy az élelmiszerfeldolgozás komoly lehetőségeket kínál az újfehértói gazdák számára. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőségek előtt áll ez a település. Két megyejogú város között elhelyezve, igazi agrárpotenciállal bírva. A Kárpát-medence közepén vagyunk, kiváló talajjal, öntözés lehetőségével, vízzel. Ehhez társul, hogy jó növénygenetikával, a gazdaember szorgalmával minden lehetőségünk adott ahhoz, hogy megfelelő mezőgazdasággal tudjunk bírni. A rendelkezésünkre álló és Magyarország kormányának köszönhető hozzájárulások révén itt vannak azok az uniós fejlesztési források, melyek lehetőséget teremtenek a hazai agrárium, a magyar vidék megújítására. És ennek itt is helye és lehetősége van Újfehértón. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint befektetésekkel kell ösztönözni a régió agrárgazdaságát. Én azt gondolom, hogy az egész megyének és az egész országnak át kell alakítani azt a gondolkodás, vásárlási szokásait,
a hazai termékek fogyasztását, illetve azokat a termelési körzeteket újra kellene gondolni, amiknek nagy hagyományai volt itt a megyében, mert az nem megengedhető, hogy Magyarországon a burgonya fogyasztásnak 40%-át állítjuk elő Magyarországon, azt annól a szocializmusban vagonok számra szállítottunk Oroszországba, úgyhogy én azt gondolom, hogy van nagy lehetőség, össze kellene fogni itt a megyében, és akkor mondhatnánk, hogy ha a megyébe sikerülne, akkor országos szinten is, és örülök annak, hogy Nagy Istvánnak is az a programja, hogy 2030-ra Magyarország alapvető élelmiszerekből önellátó legyen. A fórumon szó esett arról is, hogy fiatalok bevonásával kell megújulnia a hazai agrártársadalomnak. Az új technológiák szakszerű alkalmazása is szükséges ahhoz, hogy eredményesen lehessen élelmiszer alapanyagot és élelmiszert előállítani Magyarországon. Érdekessé és könnyen elérhetővé tenni vármegyénk kincseit. Ez a célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár megújult honlapjának, amellyel a fiatalabb generációhoz is szeretnének szólni. A modern, letisztult weboldal minden információt tartalmaz ahhoz is, ha valaki új értéket szeretne javasolni. A klasszikus magyar szabjavívás hagyománya, szabolcsi almatermesztés, vagy épp a szatmárcsekei csónakos fejfás református temető. Csak néhány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékei közül, ezek is láthatóak a megújult honlap fejlécében, amelyet hétfőn mutattak be a vármegyeházán. Mint elhangzott, fontos ezeket a kincseket összegyűjteni, mert sokszor azt nem vesszük észre, amiben élünk. Az értéktár gyűjtés egy mozgalom, amelynek soha nem lesz vége. Mindig újabb és újabb értékek várnak felfedezésre, bemutatásra, keletkeznek is újabb és újabb értékek a vármegyében természetesen, tehát nem egy statikus, hanem egy dinamikus folyamat, egy mozgalom, amelynek a mozgatórugója az értéktár bizottság, és úgy gondolom nagyon jól érzik a munkájukat, erről tanúskodik ez a honlap is, ez a megújult honlap. Az értékek tudatosítása mellett fontos az is, hogy ezek minél elérhetőbbek legyenek. Ehhez egy Hungarikum pályázat biztosított 2,5 millió forintot. Meg is tudjuk mutatni, és érdekessé, elérhetővé tegyük az annak a fiatalabb generációnak is, aki már nem biztos, hogy azokban az értékekben nőtt fel, amelyet mi nagyon fontosnak tartunk. Lehet, hogy nekik ezeket meg kell ismerni, meg kell mutatni, és ez meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a mai világban most már úgy gondolom, hogy elengedhetetlenek. És ezért szerettük volna, bár volt a Vármegyei Értéktárnak honlapja, de szerettük volna ezt frissíteni, egy picit látványosabbá tenni, egy picit színesebbé tenni, informatívabbá tenni, és megmutatni azt a 172 értéket, amely szerepel, egy olyan formában, amely, hogyha valaki erre rákattint, hogyha valaki felkeresi ezt a webhelyet, akkor bízunk benne, hogy ott is ragad, egy picit elidőzik. Vásáros Namény méltán lehet büszke magára, hiszen több kategóriában is képviselteti magát az értéktárban. Legyen szó a beregi keresztszemes hímzésről, a Tomcsányi kastélyról, a beregi múzeumról, vagy épp a vitkai platánsorról. Év fasora lett a vitkai platánsorunk, kellő odafigyeléssel és szakértelemmel gondozzuk és felügyeljük ezt a platánsort, és remélem, hogy minél többen meglátogatják. Majd egyébként pont a tegnapi napon tudtuk kiterni azt a csodálatosan szép táblát, amely méltóképpen fémjelzi, hogy igenis a 2023-as év fasora a vitkai platánsor lett. És jött a múlt heti hír a beregi körről, amely kapcsán a bringások nagy örömére az év bringás köre, az év kerékpárútja a beregi kör lett, amely Gergely-Gornyáról indul, Tákos, Csaroda, Tarpa, Máropapi érintésével vissza Gergely-Gornyára. Ez egy 50 kilométeres kört jelent. A megújult honlapot bemutató sajtótájékoztató után az értéktár bizottság megtartotta soron következő ülését is. Ismét a Sóstói Múzeumfalu adott otthont a már hagyománnyá vált motoros véradásnak április utolsó hétvégéjén. Szász Károly immáron 21 éve rendezi meg ezt a karitatív céllal összekötött motoros találkozót, ahol a véradás mellett egészségügyi állapotfelmérésen is részt vehettek a látogatók. A motorosok felvonulása Nyírtétről indult. A nem túlságosan meleg, de kellemesen napsütéses időben bőgnek fel a motorok és haladnak tovább a Sóstói Múzeumfalu irányába.
Idén már 21. alkalommal találkoznak itt a motorozás szerelmesei úgy, hogy közben a társadalmi felelősségvállalás is előtérbe kerül, hiszen már kígyóznak a sorok a magtár előtt, ahol arra várnak mindannyian, hogy vérükkel hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a szakemberek életeket menthessenek. Nyilván a motorosok közül sem lehet mindenki véradó. Mi olyan 60-100 ember közé szoktuk tippelni, akik el fognak jönni és fognak vért adni. Ezeket a véradásokat azért nehéz megtippelni, mert hogyha az időjárás nem kedvez a motorozásnak, akkor ugye a résztvevők száma is kevesebb lehet, de ezek a véradások még mindig sikeresek voltak, tehát azt gondolom, hogy ez az a csapat, aki úgy érzi, hogyha segíteni kell is, hogyha esetleg bármelyik társuk szüksége van vérre, akkor legyen véradó is, legyen vér az egészségügyi ellátórendszerben, nem csak akkor, amikor valakinek balesete történik, mert akkor természetesen akkor is meglátszódik ennek a közösségnek az ereje, hiszen egy-egy irányított véradás alkalmával nagyon sokan jönnek el, hogyha például valakit motoros baleset ér, vagy hogyha az ő családi körükben van szüksége valakinek vérre, akkor nagyon nagy megmozdulásukat tudunk mi is megtapasztalni, de egy ilyen napon is nagyon sokan eljönnek, hiszen nekik ez az ügy, ez fontos, és nyújtják a karjukat, teszik a dolgukat a véradó önkéntesek. Szász Károly a reggeli órákban 800 000 főre becsülte a nap folyamán megjelenő motorosok számát. Mint elmondta, fontosnak tartja azt, hogy az idősebb generáció motorosai hozzák a fiatalokat, és sokak ezen a rendezvényen lesznek első alkalommal véradók. Ez a 21 év alatt elég sokat fejlődött. Először vagy 30-40 motorral kezdtük az egészet. Motorosokkal találkozunk, akkor már valami hasznossal is töltsük el az időt. Akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen véradás és egészségügyi állapot felmérés. Rájuk fér különben. 21 éve csináljuk már ezt. Elmondhatom, hogy több mint 6000 emberen segítettünk eddig, akinek vére van szüksége. És még ami nagyon nagy dolog volt a számomra, és akkor döntöttem el, hogy ezt ameddig csak tudom, csinálom, 3 életmentéshez a helyszínről vitték a vért. Hát mondom, ettől nagyobb segítséget nem tudok elképzelni. És azóta is szívvel lélekkel csináljuk, ez a lényeg. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában. A tudomány mai állása szerint a vér mesterségesen nem előállítható. Ezért az egyetlen megoldás az lehet, hogy egymásért felelősen próbálunk segíteni azzal, hogy akár egy ilyen rendezvényen, egészségi állapotunk függvényében vállalunk egy minimálisan kellemetlen, de mások számára életmentő procedúrát. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy május 1-én, szerdán a társaság ügyfélszolgálatai, az általuk üzemeltetett piacok, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. Ezen a napon a közterületi fizető parkolókban Nyíregyházán díjmentes a parkolás. Megszerezte 8. bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 30. fordulójában 1-0-ra verte a Fehérvár FC csapatát. A forduló további eredményei a következők. Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, Paks Mezőkövesd 2-1, DVTK Kecskemét 0-0, DVSC Újpest 1-0 és MTK Budapest Ferencváros 1-2. A tabella élén a Ferencváros áll 68 ponttal, megelőzve az 53 pontos Paksot. A 28 ponttal 11. Kisvárda szombaton a 4. Puskás Akadémiához látogat. Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Az atlétikai centrumban a trénerek előadásokat hallhattak a legújabb módszerekről. Az egésznapos rendezvényen gyakorlati bemutatók is színesítették a programot. Ezúttal nem a küzdőtéren, hanem a lelátón foglaltak helyet azok az edzők, akik az első alkalommal meghirdetett nyíregyházi rendezvényre érkeztek. Az ötletgazda Tarnóci Zalán elégedett volt a 150 körüli létszámmal. Mint elmondta, igyekeztek minél színesebb programot összeállítani a szakemberek számára. Elméleti és egyébként inkább dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről.
Rász Levente, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémia képviseletében érkezett a konferenciára, ahol a korszerű erőnléti edzés témakörben tartott bemutatót. Ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meg látjuk, hogy az élsport eredmények azok meg egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és ugye az edzői társadalom, az mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk. Vas Dávid a Várda Labdarúgó Akadémiáról érkezett. Kisvárdán nagyszerű körülmények között dolgoznak, de az újdonságokra mindig nyitott a szakember. Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzés és edzés monitorozás folyik. Emellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítménynövelési behasználásában. A szakmai nap úgymond sztár előadója a Speedworks csapata volt, akik a mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek tökéletesíteni a sportolók mozgását. Nagyon fontos, hogy ez a mesterséges intelligencia rendszer nem elsősorban csak arra hivatott, hogy pontosan milyen gyorsan mozog az adott sportoló, hanem hogy hogyan mozog. És ez a mozgás minőség lesz a kulcs abban, hogy a sokszor emlegetett sérülés kockázatot csökkentsük, illetve hogy a jobb hatékonysággal mozogjon, illetve tanuljon újabb mozgásokat. A szakmai napon az előadások és gyakorlati bemutatók mellett különböző egészségügyi felméréseken is részt vettek a szakemberek. Bár vereséget szenvedett, tovább jutott a Vasas Akadémiával szemben a Hübnel Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoport rájátszásban 87-75-ös vereséget szenvedtek a fővárosban. De az első mérkőzésen aratott 28 pontos győzelmüknek köszönhetően a nyíregyháziak léptek tovább. Az ötödik helyért a BKG Prima Akadémiával játszik Merin Mehmedovics együttese. Az első mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Önök április 29-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra a legközelebb holnap este jelentkezünk, és ajánlom a figyelmükbe a weboldalunkat is, a kölcseitv.hu-t, ahol folyamatosan frissítjük a tartalmakat, úgyhogy folyamatosan friss hírekkel találkozhatnak. Én már a kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül, a Dél-Dunántúlon időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható.